estét. Na mi az, meg sem ismeri régi pártfogoltját? Mit akarsz? Először is ezt a puskát. Nehogy eszébe jusson régi ígérete, hogy a lövés sora magán van. Mit akar itt? Hát egyelőre ruhát, cipőt, inget, mert ez egy kissé kopott. No. Egy pillanat alatt eltöltözöm. Átkozottul elfáradtam. A fele úton gyalog jöttem. A ruháim se nagyon bírták a megpróbáltatást. Hát, édes pajtásom, te elküldtél engem Brazíliába, az ember vagy megdöglik valami nyavajában, vagy zsivány lesz belőle. Ugye nem haragszol, hogy nem volt kedvem megdöglöm. Adj már egy kis bort és valami harapnivalót, ha lehet. Parancsolj, foglalj helyet. Nem csak tolvaj vagy, hanem gyilkos is. Na! Tisztes távolság. Elfogtak. A gályarapságban tudtam meg, hogy te ölted meg Ali Csorbadzsit, és te loptad el a kincseit is. Beszéljünk úgy, mint tolvaj a tolvajjal. A Komáromban meg kellett érted verekednem. Ajjaj, ilyen késő van. De akkor végezzünk gyorsan. Mit akarsz, pénz kell? Majd később. Előbb egy búvóhely kellene, mert szaglásznak utálom a kopók. Akkor végezzünk, mit akarsz? Senki szigetét. Kér bármilyen összeget, a szigetet nem adom. Kegyelmes úr, a szigetet kérni? Elfáradtam, na! A sziget csendje után vágyom én is, és Noémi után. Olyan furcsa ez? Kinnen takarodj így! De miért van a zsebemben? Egy a török kormányhoz, egy a bécsi kormányhoz, egy a feleségedhez, a negyedik pedig Noéminek. Menjek vagy maradjunk? Maradj! Szóval megkapom a szigetet. Az nem az enyém, Noémi! Na és aztán? Csak nem gondolod, hogy Robinsonként fogok élni azon a rongyos szigeten? Levelet írsz Noéminek! Búcsú levelet! Noéminek gyereke van! Leszek apja. Nagyon jó apja leszek. Akkor hogy? Nyugodj! Nyugodj!